A Miskolci Egyetem hallgatói is segítenek a koronavírus tesztelésben. Az operatív törzs felkérésére csaknem 40 fiatal jelentkezett önkéntes munkára, többségük az egészségügyi karról. Ők a mintavételben, más karok hallgatói pedig a szolgálati autók vezetésében segítenek. Hétfőtől az a feladatuk, hogy kiszállítsák a tesztelést végzőket a megadott címekre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Védőoverál, gyors teszt, kézfertőtlenítő és az összes teszteléshez szükséges eszköz megtalálható a csomagtartóban. Ezek a pálcák, amiket használunk, amikor az orgaradba és a szájgaradba kell benyúlnunk. A Miskolci Egyetem egészségügyi karának hallgatói egy hete segítenek a mintavételben az országos mentőszolgálat munkatársainak. A múlt héten Nicolette az ITC-nél kijelölt állomáson dolgozott, ahol tapasztalatai szerint naponta 3-400 személyt teszteltek. 8-tól délután 2-ig vagyunk, vagy délután 2-től este 10-ig. Na most én a múlt héten úgy csináltam, hogy minden egyes nap bejöttem, és ameddig a szabadidőm engedte, és ameddig ráértem, úgy egy 10-14 órát minden nap végigcsináltam. Hétfőtől viszont némiképp változott a feladat. A hallgatóknak megadott címekre kell kiérkezniük. A kocsi készen áll az indulásra. A tesztelést végző hallgatókon kívül gépkocsi vezetőkre is szükség volt. Erre a feladatra bármelyik karról várják a fiatalok jelentkezését. Járművel fogok kijárni házhoz, most éppen Nicolettel együtt. Nicolette fogja venni a mintavételt, én pedig vezetek. A Miskolci Egyetem az operatív törzs felkérésére toborzott hallgatókat a feladatokra. A mentőszolgálat részéről egy egész napos tanfolyamon vettek részt a hallgatók, ahol tűzvédelmi, balesetvédelmi, elsősegély oktatásban részesültek, valamint a magának a tesztelésnek a menetéről kaptak elég részletes információt. A jelentkezéseket folyamatosan várják. A következő turnus jövő héten, vagyis november 23-án indul. A szolgálat hétfőtől péntekig tart napi 8-10 órás munkarendben. Jelentkezni az egészségügyi kar Facebook oldalán lehet.